Királyi Napok Folk Fesztivál vendége volt a Duna Művész Együttes. Szerelmünk Kalotaszeg című előadásukkal a tájegység mindennapjait, táncbéli és viselet gazdagságát idézték meg. A koreográfiák egy olyan összetett táncszínházi előadást mutattak meg, amelyben felvonultatták a népzene és a népi kultúra jellegzetes vonásait, de mellette a mai kor elemeit is ötvözték a hiteles kalotaszegi múlttal. Nagy-nagy örömmel jövünk ismét Székesfehérvárra, mert hál' Istennek a Duna Együttesen már sokszor megfordultunk itt ebbe a csodaszép királyi városban, és hát mondhatom azt, hogy egy királyi táncanyagot hoztunk, vagy egy királyi tájegységnek a táncát, mert a kalotaszegi legényes, illetve hát a maga a viselet is, de a zenéje is kiemelkedik a magyar paraszti kultúrába, tehát mondhatni egy fenséges tájegységről beszélünk. A Duna Művész Együttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelje a műfaj megszokott színpadi kereteiből, ismét sikerrel járt. Az előadás minden pillanata autentikus és stílus jegyeiben egyedi volt. A darab koncepciója úgy állt össze annak idején, az volt az elképzelésem, hogy egy olyan tematikus előadást hoztunk létre, ami azt hivatott, azt a gondolatot hivatott megmutatni, hogy amikor egy teljesen laikus ember, egy olyan ember, akinek semmi köze nincs a paraszti kultúrához, tehát legyen ez egy városi, vagy akár egy teljesen idegen más országból érkező valaki, rácsodálkozik a paraszti kultúrára. Az előadás a népzene és a néptánc eszközrendszerével erősítette meg a szándékot, az egymásra találás misztériumát, mindazt, ami az embert társas lényé szerethetővé teszi.